Mi kormánypárti képviselők egytől egyig elkötelezett békepártiak vagyunk, sajnos önökkel ellentétben, így egyedül annak örülnénk, ha nem kellene tárgyalnunk vagy szavaznunk a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus következtében bevezetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Elmondtuk, mielőbbi fegyverszünetre, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Ennek a szellemiségében terjesztettük a ház elé és szavaztuk meg a békepárti határozatot, valamint a ma megszavazott Izrael mellett kiálló, a terrorizmust leghatározottabban elítélő politikai nyilatkozatot is, még akkor is, ha a terrorizmust ma Novák Előd és Hatházi Ákos nem ítélte el, sőt nemet mondott a terrorizmus elítélésére. Hatházi Ákos kis tisztelt képviselőtársaim azt mondta, hogy nem fontos elítélni a terrorizmust, nem fontos kiállni az áldozatok mellett. Mi nem tudjuk elégszer elmondani, hogy békére van szükség, minden más rossz eszköz, éppen ezért a KDNP frakció támogatni fogja a mostani törvényjavaslatot. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Nacsa Lőrinc kormánypárti képviselő megint hazudott, aztán úgy látom, hogy le is lépett gyorsan, de azért a jegyzőkönyv kedvéért is tegyük tisztába, hogy amit ő mondott, miszerint szerintem nem fontos elítélni a terrorizmust, és ezért nem szavaztam meg az egy oldalon Izrael melletti kiállásokat, ez természetesen hazugság, sőt, nagy koalíciós összefogással szavazták le a Mi Hazánk Mozgalom módosító javaslatait, melynek indokolása pontosan úgy kezdődik, olvasom, mert hát olvasatlanul szokták önök leszavazni a módosító javaslatainkat. A terrorizmus minden formáját elutasítja a Mi Hazánk, mélyen elítéljük a fegyvertelen civilek lemészárlását. Ilyet a hosszú évtizedek óta tartó izraeli-arab konfliktus során mindkét fél részéről láttunk. Izrael és a Palesztina esetében az ENSZ által is szorgalmazott kétállami megoldást támogatjuk. A soha nem látott pusztítást hozó harmadik világháború felé tartunk, ezt kell megakadályozni. Magyarországnak nem volna szabad beavatkoznia, meg kell állítani a háborús őrületet, mert minden kioltott élet valójában csak a globális irányítók érdekeit szolgálja. A Mi Hazánk Mozgalom ilyen indokolással nyújtott be módosító javaslatot, például annak érdekében, hogy azt a mondatot, miszerint az országgyűlés elítéli a Hamasz Izrael ellen intézett terrortámadását, egészítsük ki, tehát nem azt mondtuk, hogy töröljük, hanem egészítsük ki azzal, hogy elítéljük az Izrael gázai övezet ellen intézett terrortámadását is, és szeretnénk együttérzésünket is kifejezni. Tehát a hazugságokat vissza kell utasítanunk, sőt, éppen a kormánypártok azok, amelyek nem támogatják, például Magyarországon komolyabb veszélyt jelentő szélső baloldali antifa terrorszervezetté nyilvánítását is, pedig a szervezet a lakosság megfélemlítése érdekében Európa szerte és már Magyarországon is szervezetten erőszakos bűncselekményeket követnek el ártatlan emberekkel szemben, akiket találomra bántalmaznak az utcán brutálisan. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom.